A környezetvédelem és az ökológia napjaink fontos kérdéseire keresik a választ, és ezek a kérdések az egyház kérdései is, mondja Nobilis Mário, katolikus pap, teológus. Mário atya közreműködött Ferenc pápa most megjelent enciklikájának fordításában is, amely a teremtett világ védelmére buzdít. Régóta kutatja a teológia és az ökológia kapcsolatát. Én most már egy pár éve ugye házalok ezzel a témával, és sok felé tartok előadásokat. Eleinte nagy volt a csodálkozás, hogy hát mi közel ennek a kettőnek egymáshoz. Most már inkább azt látom egy pár éve, hogy az emberek azt mondják, hogy na végre, mi már ezt régen szerettük volna hallani, mi már régen próbálkozunk valamivel, csak nincs igazán eligazítás. Nobilis Mário atya az ifjúság pasztorációjában is kiemelkedő szerepet vállal. Vallja, hogy a fiatalokat saját világukon, például a könnyűzenén keresztül a legkönnyebb megszólítani. Lovasi András a rockzenész dalszövegeit például rendszeresen felhasználja lelkipásztori munkájában, kicsit máshonnan közelítve meg egy-egy témát. Nyilván azokat az örök kérdéseket, amiket az ember állandóan feltesz magának korszakonként újra és újra, és megpróbál rá újra és újra válaszolni, azokat a művészet egészen más szempontból, sokszor egészen más szempontból, de rokon szempontból vizsgálja, mint a teológia. Lovasi András és Nobilis Mário találkozásából kiderült, hogy a művészetnek és a teológiának még több közös kérdése van, mint gondolnánk. Talán ez is az egyik legfontosabb feladata az egyházmegyének, az egyháznak, hogy a találkozás, személyes találkozásoknak a színhelye legyen, és hogyha valakinek lehetősége van arra, hogy intézményesen megteremtse a találkozások kereteit, akkor ezt meg kell tenni. Heydül György hangsúlyozta, a pécsi egyházmegye számára fontos a nyitottság, és hogy tanuljunk egymástól. Ez a beszélgetés arra mutatott rá, hogy teremtett világunk, környezetünk védelme mindannyiunk közös érdeke.